Boldog szülinapot nekünk! Hedvig! Boldog szülinapot a csatinak! Köszönjük szépen! Lássuk a kérdéseiket! Itt hagyok néhány kérdést, akkor én sem maradjak ki a kérdezősdiben. Köszönöm, Hedvig! Szoktál AMD-ket nézni? Igen, régebben sokat néztem, most is szoktam, sőt régebben még csináltam is AMD-ket. Gondoltam, hogy ide a csatira is csinálok, de még nem jutottam el odáig, de mindennek eljön az ideje. Jó. Egy nap átlagosan hány videót nézel meg? Nos, hát ez nagyon változatos, és hát nem is egy nap szoktam animét nézni, hanem általában leülök az egyik nap, és végignézek egy komplett sorozatot, vagy legalábbis egy évadot alaphangon, vagy kettőt, úgyhogy inkább ez a jellemzőbb, nem napi szinten szoktam nézni, ugye nagyon-nagyon sok elfoglaltságom van, nem is nagyon férne bele, úgyhogy inkább meg. Hát én főleg úgy szeretek animét nézni, hogy leülök, és akkor elejétől a végéig, mert különben elvész az info félúton. Főleg ugye, hogy olvasni kell, nehezebben jegyzi meg az ember, mint hogyha az anyanyelvünkön beszélnének. Szóval én általában leülök, és akkor elejétől a végéig, és ezzel szerintem meg is válaszoltam a harmadik kérdést. Így van. Negyedik pedig, hogy a szüleid mit gondolnak arról, hogy animézzel, illetve a videózásról. Nos hát, ez sok-sok videósnál különben kérdés, ahogy így észrevettem a kérdezfelelek videóknál, hogy mit szólnak hozzá a szülő. Nos, nekem az anyukám az teljes válszélességgel támogat, ő szokta nézni néha a videóimat, bár azért nem nagyon ért belőle semmit, hogy miről beszélek. Annyi volt a kikötése, hogy nagyon így a családi dolgokról ne beszéljek, tehát hogy a magánszférát tartsam meg. Ezt aztán eddig betartottam, úgy félig meddig. Jó, ez szóval ő válvette támogat, az anime konokra is mindig jószerivel engedett el annó is, amíg kisebb voltam, úgyhogy ez így tök jó, hogy nem. Annó a nevelőpaterom volt olyan, hogy ő hülyeségnek tartotta ezt az egészet, és minek mentek arra, hogy gyerekes hülyeségre szöveg volt, szóval szerintem ezzel sokan együtt érezhettek. De tényleg, írjátok le kommentbe, hogy nektek milyen sztoritok van így a szülőkkel, hogy mit szóltak így az animézéssel kapcsolatban, meg a anime korra járogással, meg a cosplayezéssel, mondom, az is fura így nekik. Azért a generációs különbség eléggé kiütközik ilyenkor, de azért, hogyha normálisak a szülők, akkor nagyjából meg lehet velük tárgyalni, hogy miről is van itt szó. A következő kérdezőnk Gabriella! Szia! Szia! Fogsz menni a tavaszi mondókorra? Igen, természetesen is jön majd az élménybeszámoló videó is róla, úgyhogy ne maradjatok le. És jöjjetek a tavaszi konra. Mindenképpen. Április 22-23. Jól emlékszem. Na, Bairo Retto, Buraku Dragon, és bocsánat, nem jól ejtem ki a nevedet, szóval. Melyik az az anime, amit utoljára láttál, és boldog csatorna szülinapot. Köszi szépen. Hát teljes egészében, amit láttam, az a Yuri on Ice volt, de egyébként epizódokba, és most ellentmondok saját magamnak egy korábbi kérdésnél, epizódokba bele szoktam nézni a Jojo Senki-be, mert nagyon jó, és már a karácsonyi anime konon is már megmondtam, hogy ez egy fantasztikus anime, és engem érdekelni fog, úgyhogy én ezt mindenképpen el akartam kezdeni, de ilyenkor, hogyha mondjuk utána kritika jön, akkor nyilván teljes egészében is végignézem az egészet, illetve hát úgy alapból is nem csinálok kritikát, és elkezdek egy akkor általában elejétől végéről le kell darálni még egyszer, mert úgy jó. Dani kérdezi, melyik az az anime, amit először láttál, ismered, vagy láttad már a Boku no Hero Academy-t? Az első kérdés, és szerintem már sokszor válaszoltam, az Inuyasha és a Sailor Moon, ugye ezek voltak a nem tudatos anime nézéseim. Az első tudatos animém a Death Note volt, amit még az Anime Stars magazinban, ugye ez is szintén egy magyar animés magazin volt, még a Mondo előtt, csak aztán a Mondo kitúrta, szóval az volt az első animés újság az első részében, az első oldalán konkrétan volt a Death Note mint ajánló, és én ezt A-tól Z-ig elolvastam, és nagyon megtetszett, rákerestem a neten, és akkor már ugye lehetett használni netet, és fönt is voltak az animék, és magyar felirat is volt hozzám, már mint a feléhez, mert hát persze pont akkor futott nyilván Japánba, és majd meghaltam már, mert a második felét konkrétan hétről hétre, vagy két-három hetente kellett néznem, ugye a fordítástól függően, de annyira függő lettem, hogy az utolsó részt már megnéztem japánul felirat minden nélkül, annyira érdekelt, hogy mi lesz.
A Bokona Író Akadémit meg ismerem, de nem láttam, és nem is vagyok biztos benne, hogy meg akarom nézni. Nem még bármi lehetséges. Elvira, drága Elvira kérdezi, hogy volt valahol olyan időszakod, egy időre félre tetted, félbe hagytad az animézést? Igen, volt a blogolás, tehát az Animológia csatorna előtt volt egy 2-3 éves kihagyásom, amikor ugye elkezdtem dolgozni, ugye véget ért a suli, elkezdtem dolgozni, és akkor abban az időszakban így inkább a karrierépítés volt számomra fontosabb, de aztán ugye nagyon-nagyon hiányoltam, hogy én konokra járjak, meg hogy animét nézhessek, úgyhogy így jött ez a Animológia csatorna is, hogy akkor ezzel is tudjak foglalkozni, illetve akkor már youtubereskedek is, meg minden, szóval így elmesett a hasznosa. De volt egy 2-3 éves kihagyásom. Sajnos. Szígyen! Ne hagyjátok abba az animézést, semmilyen indok nincsen rá. Úgyhogy csúnyasat. Elvin a következő kérdése, hogy más emberek előtt felvállalt, hogy animézel vagy hallgatsz róla. Nos, hát hogyha nem kerül szóba, akkor általában nem szoktam felhozni, mert fura indítani, hogy te nézel animéket? Vagy szoktál japán rajzfilmeket nézni? Vagy nem tudom, szóval ez így fura téma, nem is nagyon szokott feljönni, úgyhogy... De ha szóba kerül nyilván, akkor felvállalom és mondom, és egyébként pozitív csalódás, hogy néha előfordul, hogy van animés a társaságban, bár többségében inkább olyan animések szoktak lenni, hogy jaj, Death Note-ról már hallottam úgy félfülem, meg a párom mondta, hogy nézze meg, vagy szóval ilyen jellegű animésekkel találkozom. Na, sok a hétköznapokban lehetőséget a témában más emberekkel rajtunk és a konok nyelvű beszélni, és akkor ehhez visszacsatolva az előző kérdésre, összekapcsolva, szóval nincs lehetőségem sajnos a hétköznapokban animékről, vagy japános dolgokról beszélni emberekkel, még a japán hagyján, de animékről egyáltalán nincs, úgyhogy én nagyon-nagyon kielvezem ezt a vlogolós dolgot, meg azt, hogy kommentekbe tudok, meg a Facebookon veletek erről beszélni, és megfulladok. Beszélj el hárítva. Jól vagyok. Élek. Szép lenne, hogy az egy éves szülinapunkon itt én megfulladok. Bár egy hétvégén majdnem sikerült, de most itt vagyok. És jól vagyok, félig meddig. Annyit beszélek, hogy kiszáradok, és a bevörösödik a fejem is ezektől a lámpáktól, most olyan meleg van. Ezek kint nincs émjárny. Na szóval, hol is hagytuk abba? Igen, szóval nincs lehetőségem beszélni erről a hétköznapokban. Senkivel nincsenek nagyon ilyen ismerőseim, úgyhogy én tényleg nagyon kievezem azt, amit tényleg veletek beszélek Facebookon, vagy itt a videók alatt, vagy ugye konokon, azt is nagyon szeretem. Főleg ott szeretek róla, mert ott mindenki konkrétan csak az animékről beszél, és olyan jó, hogy akár merre fülelek, mindenhol csak animéket hallok, meg látok, meg minden, szóval ez egy varázslatos élmény. Ja, és persze Elvira, nagyon szépen köszönöm neked is a jó kívánságokat, és én is nagyon remélem, hogy még sokáig működni fog a csatorna. Karina kérdezi, boldog születésnapot, vagyis hát mondja, boldog születésnapot a csatornának, neked is köszönöm szépen Karina, akinek a kérdései jó sok volt, úgyhogy lássuk, szerintem elég hosszú lesz ez a videó, úgyhogy félbevágom, és konkrétan a második videó csak Karina kérdéseiről fog szólni, de nem baj, tényleg én nagyon örülök neki, hogy így érdeklődtök az animés identitásom iránt, vagy nem is tudom, hogy hívják ezt. Szóval lássuk az első kérdést. Ha lehetne, melyik animében lennél magyar szinkron színész? Ez egy nagyon jó kérdés, nem tudom, igazság szerint mindegyikben lennék. Én régen is nagyon sokat gondolkoztam ezen a szinkron színészes dolgon, és marha jó érzés lenne, ha tényleg szinkronizálhatnék egy animében, az úgy megdobogtatná a kis szívemet. Tudsz japánul? Nem, de szeretnék megtanulni, régen volt rá próbálkozásom, de gyatra a nyelvérzékem, úgyhogy ez így nem nagyon jött be, de még bármi lehetséges. Volt már olyan anime, amit csak egy idegesítő szereplő miatt nem nézte végig, de ám az egész sztori jó lett volna? Igen, van egy ilyen anime, amit már korábban is említettem kérdésében, van egy anime, amit nagyon nem szeretek, és főleg nem a főszereplő miatt nem szeretem, de amúgy mindenki azt mondja, hogy milyen jó a sztori, meg úgy az egész körítés, meg nem tudom. Hát ez van, én nem szeretem. Ha lehetne, melyik anime karakterhez mennél feleségül? Szóval? Egyértelmű.
Ő tényleg olyan emberi és annyira pozitív, és ilyen pasik csak az animékben vannak. De elnézést kérek, kivétel erősíti a szabályt, fiú. Úgyhogy bocsánat, akinek nem inge, nem veszi magára. Ettél már Japánból rendelt, vagy eredeti Japánban készült ételt? Nem, de nem is nagyon akartam eddig még rendelni Japánból, mert mondom, ha úgyis kimegyek, majd ott megeszem, megkóstolom, megveszem, hazahozom, majd csinálunk ilyen videót is, ilyen japán snack kóstolósat. Szóval nem. Volt már olyan, hogy utcán felismertél japánokat, esetleg oda mentél hozzájuk, vagy fordítva. Nos, ezt a kérdés utolsó részét nem nagyon értettem, hogy oké, hogy felismerek az utcán japánokat, még talán oda is jönnek hozzám útba igazítást kérni, de én miért mennék oda hozzájuk? Ha oda is mennék, talán azt mondanám, hogy Watashi wa kiradesuka. Na, a következő kérdés. Volt olyan személy, aki amikor megtudta, hogy animiket nézel, elkezdte szívni őket, mit reagáltál? Nos, igen, volt, és hát sajnos azzal tapasztalatom, hogy az emberek többsége Magyarországonnak fogalma sincs az animékről, de szerintem ezzel ti is így vagytok, ezt tapasztaljátok. Volt egy ismerősöm, akivel is spontán szóba került, és ismételten az előző kérdés ellen beszélek, vagy válaszom ellen, hogy spontán szóba került, hogy YouTube-ozással, animés YouTube csatornával foglalkozok, és akkor rögtön elkezdte mondani, hogy ez a hentai, pornó, mit tudom én, szóval így nem is értem, szóval egy iráig terjed az embereknek a tudása az animékről, és tényleg totál feáborodtam rajta. Én nem is akartam ezt lereagálni, főleg mert az évelő képességeim nem a legjobbak, szóval inkább annyiba hagytam a dolgot, mert ha hülyékkel vitatkozol, hülyének néznek téged is, és én ezt a tanácsot betartom, úgyhogy ne vitatkozzatok hülyékkel, mert egyszerűen úgyse fogják felfogni, hogy ez micsoda, mert nincsenek bennem. Persze vannak normálisabbak, akik megértik, hogy mi is az anime és az emberek miért szeretik, de a többsége nem, és sajnos leragadtak itt a hendai vonatkozásnál, meg így a pornózásnál, meg mit tudom én, szóval, és ez elég szomorú, azt kell, hogy mondjam, de igyekszünk tenni ellene. Bizony. Következő kérdés. Volt-e olyan, hogy eszedbe jutott egy animés pillanat, és reflexből elkezdted utánolni azt a dolgot nyilvános helyen? Ja, és persze, csak így tovább, nagyon szeretem a videóid, és kérlek, folytasd a japán érdekesség a sorozatot. Köszi, Karina! Nagyon cuki vagy. Folytatom a videókat, és lesz még japán érdekességes. Van egy jó pár a tarsolyomban. Nos, mi is volt a kérdés? Animés pillanat. Hát nem kezdtem azt csinálni, amikor eszembe jutott, viszont rendszeresen előfordul velem, hogy eszembe jut valami nagyon vicces pillanat jelenet animékből, és akkor spontán elkezdek nevetni, de valamikor hangosan, és az néha kicsit kínos tud lenni, főleg amikor egy tömött metron vagy buszon mész, vagy csak úgy sétálsz az utcán, és olyan hülyén tudnak rád nézni, amikor telik képpel vigyorogva sétálgatsz. Nem tudom, a magyaroknak ez így fura, hogy az emberek boldogok, vagy nem is tudom. Hát ennyi lett volna a kérdés hacit legújabb videónk, a szülinapos videónk. Remélem, hogy tetszett és sikerült mindenkinek kellő mennyiségű választ adnom a kérdésére, hiszen nem ebből tudja, hogy két videó lett, vagy lesz, biztos vagyok benne, mert ha egyszer elkap a gépszi, akkor nem tudom befogni a számot, főleg ha olyan témákról beszéltek, amiket szeretek, mint például az animézés, és most is blablabla, szóval a szófosás megvan. Na de, végeztünk, és köszönöm mindenkinek, hogy feltették a kérdést, és ne menjetek sehova, most jön a meglepi. A meglepetésem pedig nem más volna, mint egy anime kritizálási lehetőség. Ugye az előző kérdés sacit videós dolgunknál mindenki, aki kérdezett tőlem, az kérhetett egy animét megkritizálásra, és tudom, hogy kicsit el vagyok maradva, ti kértétek videókkal, na de most, és most nagyon sokan kérdeztetek, úgyhogy most nem adnék mindenkinek erre lehetőséget, hanem most itten helyben, rögtön kamera látcsövében kisorsolnék egy emberkét a kérdezők közül, ugye ezzel az applikációval, ez a facebooknyertes.com, vagy hú, vagy nem tudom milyen oldallal. Itt kiválasztottam a bejegyzés, minden hozzászóló csak egyszer, egy nyertes lehet, és aki a hozzászólók közül nyert egy anime kritikát, az nem más, mint Lehotai Lilien!
Szóval ez lett volna a meglepetésem nektek, hiszen adtatok, én is szeretnék nektek adni valamit, úgyhogy arra kérek Lilián, hogy vedd fel velem a kapcsolatot valamilyen úton, módon, Facebookon, vagy a YouTube-on, vagy e-mailben, vagy bárhogy. Szóval és mondd el nekem, hogy milyen animét kritizáljak meg, és hamarosan jön majd az összes ti kértétek videós dolog, tényleg bepótlom őket, nem kell aggódni. Ennyi fért bele a mai adásunkba, hogyha tetszett, akkor nyom rá egy lájkot, iratkozz fel a csatornára, és töltsünk együtt még sok-sok-sok-sok évet. Illetve kommentbe várom a véleményeiteket arról, amiket korábban említettem, illetve bármilyen témába, és még egyszer nagyon szépen köszönöm a sok-sok kommentet, hozzászólást, üzenetet, segítséget, támogatást, és hogy itt vagytok nekem. Tényleg nagyon szépen köszönöm, és hogy már ilyen sokan vagyunk, ez is hihetetlen. Tényleg fantasztikus érzés. Legközelebb találkozunk, addig is jó animezés, nézést és minden jó. Sziasztok! Free hugs! Gyertek! Mina Saiko Arigato! Kawaii!